Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ebben a kis videóban be szeretném mutatni a dzsofoló oltást, amit használnak itt a nolaszba. Na lássuk! Levágtam egy ilyen kis dobozki ágat, levágom a levelet és a kis oldalhajtást. Ide van nekem egy ilyen kis műszerem, amit már bemutattam. Így megvágjuk körbe. Jó, hol van az oltókésem? Itt van. Tehát itt még egy picit így megvágom, hogy biztos legyen. Körbe. Aztán a rüggyel ellenkezőleg megfogom, és itt megvágom. Na lássuk, hogy ki jön. Megpróbáljuk. Leszedni. Van itt egy kis műszer. És megpróbáljuk szépen a rügyet kiszedni. Annélkül, hogy eltörnénk. Kell egy kicsit, ennek már nagy volt a hónajhajtása. Jó, jó. Tehát, megvan a kis rügyünk, ugye? Jobb, hogyha ez vastag, és egy kicsit vékonyabbra fogjuk ráoltani, mert akkor innen még fogunk tudni levágni. Jó, most menjünk tovább. Itt vannak a kis műszerek, amit a múltkor bemutattam. Hova oltjuk be? Szerintem oltsuk be ide. Jó, már itten. Tessék megnézni. Itten már csináltam egy oltást, látszik? Eztet megcsináltam hamarabb. Jó. Ez egy kis dubolszki rügy. Mostan. Úgy kell csinálni, hogy minél közelebb legyen a tőhöz. Én ide fogom tenni. Ugye? Ezt a kis fürtöt innen leszedjük. Aztán megfogjuk szépen ezt is körbe. Megvágjuk. És leszedjük a helyet. Hátul nem látom jól, ne? Nem fértem oda jól a valakéssel. Így. Megfogjuk a kis rügyet, ez vastagabb, de jó, mert levágni lehet belőle. Megfogjuk így. Vágunk belőle. Még mindig jó vastag. Lehet kicsit túl vékonyba voltam, de jó volt. Na azaz. Így. Azt azért kell figyelni, hogy a szem az felfele legyen. Ó,
Aztán vesszük a kis teflon. Én a teflont használom, mert ezzel jól meg lehet húzni. Visszatakarom. Aztán szépen. Fogom. Ah, megjön másik. Remélem, meg fogom tudni kötni. És akkor szépen elkezdem. Betekerni. De most imelje. Tudom, mondták sokan, hogy a teflon drága, meg mit tudom én, de szerintem a japán oltószalag az sokkal drága, mint egy ilyen kis tekercs teflon. Ezt most kell csinálni, június végén, akkor már szépen elválik. Július közepéig, esetleg július végéig. Így. Ezt itt levál. És szépen megkötjük. Ennyi volt, gyerekek. Ezt mindenki meg tudja csinálni. Nem egy nagy ördöngönség. Láttak ilyet már? Meglátjuk, ha megmarad, bemutatom. Én azt szeretném mondani, hogy én először csinálok ilyet. Ezt is kipróbáljuk. Hát, ha megmarad a kis aktárba itt, ami kis csapot vágtam le, újraindult ez is, mert ebbe szerettem volna oltani. Beletettem a kis dubószkit, az meg azt hiszem egy preobrazsenye. Nehéz leszedni róla. Menjünk vissza, megmutatom, ahol már nagy hónajhajtás volt, ott elég nehéz levágni, de hát meg lehet próbálni. Érti? Lássunk egy másikat. Így, ezeket levágjuk, ezt is, a levelet is. Így, a kis kése. Direkt annak tanálták ki. Én még ráadok egy kicsit ezzel is. Így. Itt van a kis rügy. Zsállam közel. Eltépjük egy kicsit. Szépen elválik. Jó, használjuk a körül. És akkor lassan megpróbáljuk leszedni róla óvatosan, ne törjön el.
a másik felé. Ez a feleségemnek valami műszere. Lenyúltam. Jó lenne egy olyan valami, amit itt be lehetne görbíteni. Én próbáltam kést, meg ilyesmit, de eltört. Na. Látják, itt van a baj, hogy jöjjön ki, ahol volt a hónajhajtás. Mert lehet egy kicsit késő. De hát, megpróbáljuk. Szépen ki operálni. Áj, nagyon jó lejött. Ez igen. Na, ez szép. Jó. Úgy. Na menjünk, ócsuk be ezt is már, hogyha kiszedtük. Akkor lássák önök is, hogyha működik. Hú, ott nagyon jó lett. Lehet, te tovább tegyük, de a kis dobóztik. Valamint előre. Azért. Kis Dubowski nem hazudtolja meg magát, ugye? Szerintem tegyük bele. Nem is tudom. Ezek vastagok itt. Menjünk előre. Nem valami. Még egy olyan ágy, amit nem tudunk használni. Jó. Szerintem beletettük ebbe a hónajhajtásba. Ó, itt nagyon jó lesz. Ebbe a kis alvikába. Ezt leteszem egy pillanatra. Itt az a fontos, hogy miest leszedjük, már olcsuk is be. Nem kell vízbe tenni, meg ilyesmi. Rögtön már be is oltjuk. Szépen megvágjuk. Hú, ez szépen lejött. Itt egy kis ügy. Levágni lehet belőle, sőt, sokkal jobb itten ezeket itten levágni, mert elég kis görbék. Lássuk. Hú, ez jó is így fordítva, hogy a szem így legyen. Felfele. Na. Most nem fogjuk. Nem fog leesni. Jó, meg tudom hozni. Oké, de lehet.
szakad el, mint az autó. Le van meghúzni. Erre kíváncsi vagyok. Ilyenkor szemezni. Senki nem tökéletes. Én is először csinálom ezt. Ha én meg tudom csinálni, akkor bárki meg tudja. Nincs itt semmi titok. Látta, megmutatta. Most van az a periódus, amikor megint elindult nagyon a szőlő, és akkor azért kell mostan csinálni. Így. Megfogom. Megfett. Ennyi gyereke. Látja, remélem megmarad, ha nem, semmi gond. Tehát ez volt a zsofolóoltás. Június vége, július közepéig, és ennyi. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézi a kis videót. Figyeljenek magukra, iratkozzanak fel a kis csatornámra, hogyha az segít nekem előre menni. Viszlát!